Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy tartok egy kis basic nyelvleckét. Gyerekkoromban, 12-13 évesen nagyon szerettem programozni. Commodore 16-os, plusz 4-es, 64-est is. Most egy ilyen 64-es emulátorhoz jutottam hozzá, vagyis hát előkerestem a régi CD-k között, és írtam egy programot. Szerettem volna programozó lenni, csak hát családi okok miatt hentes lett belőlem. Tehát ne is szaporítsuk tovább a szót, elindítom a programot. A run parancsal futtatjuk, futás jelent a run. Kírja, írt akkor itt Nick Johan 2013, megkérdezi, vagyis hát mondja, hogy a D betű megnyomásával dobok, ha nem akarok többet dobni, nyomja meg az E betűt, na hát akkor megdob, megnyomjuk a D betűt. Dobott szám 6, na még egyet dobunk, a dobott szám 4, 6, 4, 6, más billentyűt nyomkodunk, akkor ugye semmit nem csinál, megint dobunk egyet, 6, 1, és na most nem akarunk tovább dobni, akkor megnyomjuk az E betűt. Jó, elküldött minket az anyámba. Az anyámba, ugye. Na hát, hogy is működik ez a program? Beírjuk a list, basic utasítást, ami listázást jelent. Itt van a kis programunk. Na hát. Elsőre elég bonyolultnak tűnik, pedig nem az. Mindjárt mutatom is. Kurzorral fölmegyek, a 10-es sorra, ugye meg kell számozni a parancsolókat, bármilyen számon megszámozhatjuk, tehát a 10-esre kezdem, ez a print, utasítás, ez a nyomtatást jelent, egy ilyen kis macskakörömpel bezáróvalak, ez a kis szívecske, ez a Commodore 64-esnek a Clear Home billentyűjével lehet előhozni, plusz a Shift billentyű megnyomásával, ez letisztázza a képernyőt. Tehát tiszta lesz a képernyőnk, ez az első sor, ezt csinálja. A második sor, vagyis ezt szintén kinyomtatja, ezek ilyen jobbra menő jelek, kicsit jobbra viszi a szövegünket, és akkor itt kiírja a dobókocka program. Ugyanúgy a 30-as sor írt akkor itt neki Johan. A 35-ös sor az egy ciklusnak nevezett valami. A for i, az i az egy, az i betű egy értéket fog kapni 1-estől 4000-ig. Tehát 4000-szer fogja ezt az utasítást végrehajtani úgy, hogy a következő íre visszaugrik. Azért úgy fog tűnni, hogy megakadt egy kicsit a program, hogy elolvassuk, hogy írta akkor itt Nick Johan. A következő sor, a 36-os, az megint tisztára törli a képernyőt, és a 40-es megkírja, a 40-es, 45-ös kírja, hogy a D betű megnyomásával dobsz. 45-ös, nem akarsz többet dobni, nyomd meg a 46-os, nyomd meg az E betűt. Az 50-es sor, az A betűnek megadunk egy értéket, egy véletlenszerű értéket, azt ez az INT zárójelbe 6 csillag, RND. RND az a random, randomize, angol szó rövidítése, ami véletlent, véletlenszerűt jelent. Tehát 6 és 1 között generáljon nekünk számokat. És akkor az A egyenlő lesz egy véletlenszerű számmal 6 és 1 között. A 60-as sor az, ez a get utasítás, ez várja azt, hogy egy billentyű benyomását kezdjük. Megnyomunk egy billentyűt, akkor az A, ez egy string jel, a string az egy szöveges
egy szöveges részt jelent. Tehát ha megnyomunk egy betűt, ez az if, ez a ha. Ha az a betű, amit megnyomtunk, az az a string egyenlő, ez a macskaköröm, két macskaköröm, ez az, hogy tehát hogyha semmit nem nyomunk meg, a ten az egy akkor, ugorjon vissza a 60-as sorra. Tehát itt megint megakad addig, amíg valamelyik billentyűt le nem nyomjuk. A 70-es sor azt az utasítást adja a gépnek, hogy ha, ugye ez a if az a ha, az A string, tehát amit megnyomunk, gomb az egyenlő D-vel, hogyha D gombot nyomjuk meg, akkor írja ki azt, hogy a dobott szám, és írja ki utána az A-nak megfelelő értéket, amit az 50-es sorba generáltunk, egy véletlenszerű számot, és a go to, tehát menjen vissza az 50-es sorra, ahol megint az albetűnek generál egy számot. A 80-as sor az azt jelenti, hogy ha az albetűt nyomjuk meg, akkor tisztázza le a képernyőt, és így küldjön el minket az anyánkba, és így, hogy adió, és akkor utána end, a program vége. Ez a 90-es sor, ez meg azért csináltam, hogyha az a A-string, az a billentyű, amit megnyomunk, nem egyenlő, ugye a matematikából ismerjük ezt a jelet, ez nem egyenlőt jelent, a D betűvel, az or, az vagy, angolul vagy, vagyot jelent, vagy az a betű, amit megnyomunk, nem egyenlő E-vel, akkor menjen vissza a 60-as sorra. A 60-as sorba pedig megint csak az van ugye, hogy visszajön, megint vár egy billentyű lenyomására. Ennyi is a rövid útmutató. Remélem érthető volt. Szerintem kötelezőnek kell tenni az általános iskolában a basic nyelvnek az oktatását, mivel fejleszti a logikai, matematikai készséget, és ezen belül szórakoztató is. Hát egyelőre ennyit. Na, szevasztok!